Sziasztok, sziasztok! Abzu vagyok, és egy Benizsd videóval jelentkezem. Mégpedig magyarosítva. Elég régóta megvan a Steam könyvtáramban, de hát játszottam vele kb. Egy percet, kettőt. Megnéztem, hogy elindul-e minden faszra, jó, és oké, és ott is hagytam. Napokban találtam hozzá a magyarosítást, nem mondom, akkor visszatérünk rá. Mert én sokkal jobban szeretem úgy játszani játékokat, ha magyar. Közben egy pillanat, mert az allergia elég jó csavarja az orromat, úgyhogy kifújjam. Na. Kezdünk egy új játékot. Van egy pár ilyen játékom elkezdve, kipróbáltam a magyarosításokat. Működnek, vagyis működik. Jaj, lehet, hogy a hangot azt ki fogom kapcsolni rá, és az én hangomat, mert olyan szintén csavarja az orromat ez az allergia. Tűzszöket nékem van, folyik minden, úgyhogy lehet, hogy ez most egy ilyen néma videó lesz. Na, nyilván a térképek, térkép típusa völgy, hegy. Völgyes legyen, térkép mérete. Én szeretem azért a nagy a pálya, még ha nem is építem be. Éghajlat az legyen az arab tűrhető katasztrófákat. A katasztrófákat kikapcsoltam, úgyhogy elméletileg nem fog érni semmi gond. És ezt is közepesen hagytam a kezdési tényezőket. Na, kezdjük el! Na, itt is van egy kis családunk, megállítjuk az időt. Van egy pár gyerek, van egy pár ez az. Na. Jó, beszorítottak ide enni, mert... Na, egy kicsit lejjebb ezt a hangot is, mert szerintem nagyon hangos volt. És már megint... Na, azt mondja, hogy először is rakok le... Nem. Azt mondja, ez hús család. Ami...
Aha. Nem is. Nem is így kezdjük, hanem ezt innen így kiírtatom. Nem. Így írtatom ki. Írtsátok, srácok, amit költ. Ej, a népes sereg. Ez rohadt hangos. Hát mi a picsa, effekt hangok. Lép fele. Nagyon jó. Na. Megállítjuk a idejüt. És akkor építünk ide kettő házat. És a harmadikat mondjuk. És a harmadikat? Ötödiket így. Egy építést legyen. És akkor hogy állunk? Azt mondja, van kő, fa, vas. Követ kéne még szedjünk, mert az... Pikpak el fog fogyni. Plusz rakni kéne ide egyből egy kajáldát. Jó. Azt le... Jól van. Hogy állunk itt dolgokkal? Alapútot is tudok építeni valamilyen úton, módon. Nem ír rá semmit, ez egy 100 fa, meg vas. Jaj! Ezt majd lépte a szálló, de hülye vagy, Peter. Ezt kőnek, hogy... Azt mondja, hogy... Hossz egységenként. És az a kő, ugye? Igen, az a kő. És köven nincs annyi, úgyhogy ezt most... pihentessük. Ahhoz is odahordják a cuccot, oda ám. Legyen kettő építész. A ház az... De én ezt beállítok ennek egy prioritást ide. Azt csinálják meg először, mert a kaja az létfontosságú. Szerintem közben egy vadászházat ide berakok így. Egy vadászházat. Meg legyen egy bogyógyűjtögetősd is. Mert ugyebár abból is jó kaja van. Ezt megvárom, mit fölépítik. Aha, azt annak kiírtják, jó a munkásoknak az a helye dolguk. Mert ezt már építik a kőműnyesök. Utána adok ide egy prioritást. Majd. Az kész van. Azt mondja, hogy munkába állt, mint munkás halra, meghalt, felnőtt halra. Nagyon jó, ide már küldöm is a négy munkást. Ötöt nem, négyet. Úgy menjenek. Utána kiadom ezt is, mint prioritást. Épüljön megfele. És még van 9 hajléktalanom. Hol is van? Faaprító. Röbetűvel forgatjuk. Úgy, né. Pont a vadász kezdünk. Jó, legyen a vadászé akkor az első. Én az azt raktam először úgy, hogy azzal kezdenek a srácok. Na, 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 ez az. Adjunk bele kettő vadászt.
gyűjtögető bűz szerintem csak egy darab lesz. Burgonya, nincsen bent hal. Lehet itt leírtatom az egészet. Itt csinálok akkora nagy farmot. Abból a burgonyából egész jól meg lehet élni. Egy kis hangtalanítás. Na. Azt mondja, hogy van két vadászom, négy halászom, kettő építészem és négy munkácsom. Egyelőre ez így nagyon jó. Ez elindul. Ja igen, a vadász megy. Ezt építik. Azt. Utána ez legyen a prioritás, mert ház nélkül nem igazán vannak. Aja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 j
megszületett egy baba. Nagyon jó. Addig nincs baj, csak kajám is legyen közben. Hozunk be húst. Bőrszerszám hal. Jó, a hal van bent. Amíg ezt a két ház... Bocsánat. És közben nőtt a feliratkozónk száma is egyel. Felnőtt munkába állt. Jó. Úgyhogy 52-en vagyunk, gyerekek. Közeledünk a bűvös 100-hoz, amit mondtam. 100-nál sorsolunk egy kis giveaway. Munkás. Ez nem lesz munka, ez... Egy. Van még 3 munkásom. Azoknak kell fát vágni, hordani a cuccot. Micsoda, azt mondja, ablak rögzítése jó. Hogy állunk? Kora ősz van. Kaja gyűlik. Hogy állunk husiban? Szarvasus van 100. Behordtak már belőle? Nem még. Akkor elméletileg... Durgonya, hagyma, hal. És akkor... Aha, már most ide is jutott tuzifából. Aha, van. Akkor még ide kell majd, hogy hozzanak a srácok tuzifát. Nem. Itt hagyjátok rá. Jó, és akkor innen vágjátok ki a dolgokat. Közelből. Na, a legmesszebbet vágjátok, srácok. Mi van? Azt mondja, hogy... Fakészleteink megcsappantak, tűzifakészleteink megcsappantak. Jól van. De mindenütt van füst. Fakészleteink megcsappantak. Le kéne bontani ezt a kettőt és egyben nyitnom valahogy. De még nem tudom, hogy lesz az. Nagyon jó, srácok, nagyon jó. Szerintem én oda le is rakok egy... Ez micsoda? Gyógyhüves? Nem, nem ilyet. Nem mezőt, nem, nem, nem. Nem. Iskolát. Az, ahol ezt tanítatni kéne? Á, nem. Egyelőre még nem. Akkor álljon már úgy, mint ez a csűr is. Nem. Felnőtt munkába állt, nagyon jó, van 6 munkásunk, 2 építészünk, gyűjtögetünk, vadászunk. Akkor kezdjük el szerintem itt. Ilyen all-inbe tolni, hogy is állunk, kő. Hát, legyen még kő. Azokat miért nem vágják ki onnan?
Csapjátok már ki. Elveszik az időd egy kicsit. Ezt az elugrálós mappot, hogy altabal az emberi fél pillanatra ezt már el is ugrált. Valamelyik tónál vagyok én. Csak melyiknél? Ott? Hol vagyok? Na. Akkor álljon meg a Times. Jól van. Majd szerintem ide átjövök. Mekkora nagy sík terep van itt. Azt a betyárját. Ide át ne költözzek valahogyan. Felnőtt munkába állt. Nagyon jó. Jó, felnőtt munkába. Van mi tető csecsemünk, vagy tinédzserünk. Mindegy, ez lényeg egy gyerekszám. Hogy által... építök még egy házat. Mondom, még egy házat. Jó. Ezt húzzátok föl. Mondjuk hagyma, van minden. Tűzifa. Hát, akad, jó, jók vagyunk. Mind a tűzifát, azt beállítom. 600-as megszületett, jó. Ahó, nő a populáció. Az előző egy-két próbálkozásomban ezt a hajléktalan szállót tettem. Nem volt szaporulatom. Ez ilyen tömegszállás, itt nem volt szaporulat. Voltunk 22-en, és annyi. Ott megállt. 22-en, és egyszerűen csak elfogytam egyszer. Aztán nem bírtam már úgy osztani ezeket az embereket, és mire rájöttem, hogy mi lehet a baj, és nagy valószínűséggel, na megszületett még egy gyerek, nagy valószínűséggel ez a tömegszállásokkal volt a gond. Ezt nem preferálta, nem? Nem preferálta a játék, ételmennyiség megcsappant. De mi csappan meg? Hal, szarvashús, gyökerek, gomba. Majdnem mondtam, hogy mi ez. De nem, nem mondom ki. Azt is írtsátok onnan szépen ki. Na, miért ugat az a kutya? Hát az ugasson. Közben zaklatnak itt is. Na. Kiirtottátok, srácok? Majd mindjárt kiírták még ezt is, úgy. Kicsit gyorsított az egész játék, mert ugyebár lehet haladni benne. Itt-ott néha megállítgatom a játékot. Idáig ki fogom írtani így az egészet. De a vadászházaktól és a gyűjtögetőktől balra semmit nem mer. Le kéne hagyni, hogy az állapot legyenek. Bár elméletileg nem gond. Maradni lesznek állapot attól még, hogy kiírtam az egészet. Szépen elfordítjuk. Hol is van? Igen, így, így. Jó, nem rakta le. Akkor... kocsog vagy! Lerakad, nagyon jó. Visszaforgatjuk a képet. Megszokás megmaradhasson. Felnőtt és beállt munkásnak, na már van 8 munkásunk. Kiirtottam mindent. Na.
pusztítani kifele. Megszületett, megszületett. Na, akkor még két gyerkőc. Akkor most már azért növelni kéne az ételkapacitásunkat is, úgyhogy... Így. Így befele. Takarítunk egyet. És akkor ilyen mezőgazdász területeket itt létrehozok. What the fuck? Szántó túl nagy. Ötször 15-ös lesz akkor a szántó. Jó. El is látok pusztítani. El kell távolítani 37-et. Nem tudom miért van két építészem, ha nem építek közben. Szántó. Jó, lesz két szántóm, egyelőre a kettőféle valamit fogok majd rajta ültetni. Nagyon fajintos. Káposztát tudok. Legyen káposzta. Egy munkást oda adok egyelőre. Vágjatok ki mindent, kivágtak mindent, őt is beültetem kápottába. Jó, egy káposztám lesz. Azt mondja, a szarvas hús eléggé meg van fogyatkozva, és ezt építettem ide utoljára. És egy lakos is van. Lakosok is vannak. Aha. Mi volt ez a ikon itt? Azt mondja, kőház, kőház fejlesztés. Na, kezdjük el ezzel a házzal. Egy építészet marad. Na, hogy már három hajléktalanom legyen, amikor... Hú. Na jó, nem mondok semmit. Mi ez? Koronyár és beülteti? Hát jó van, legyen így. Elértük a 600-as korhatárt. Ja, akkor... Nem, felemelem 1200-ra. Az csinálja csak, az nem árt, ha van tűzifám. Az a lényeg, hogy ez mindig legyen tűzifa. Bőrre hogy állunk? Bőr 18. Hol is van? Itt plaszhatós. Gyógyfüves nem kell, erdész. Jó. Hajrá, 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 Salgó Tarján. Ütögessed, ütögessed. Hát nem ártana adni egy-egy ételmesítés, mert csak pont. Hát most elhiszem, hogy bár most igencsak születtek gyerkőcök, kapás 4-5. Na, azt mondja, hogy 3, 4, 5, 6, 7,
8 férőhelyes ez a ház, ez meg, azt mondja, hogy 3, 5, 6, 7, 8, ez is 8 férőhelyes ez a ház. Csak gondolom, kevesebb vizét fogyaszthatnak? Kevesebb tűzifa mehet el? Legyen. Építsed csak. Na, megépül ez az erdész. Ültetni ne ültessünk, csak kivágjon. Jó. És akkor adunk neki egy ilyet. Elméletileg így lesz folyamatos fakészlet megcsappant. Tűzifa. Nincs is fám. Na, jó, tesz autoszaving, jó. Ősz van. Ezek aratják befele? Jól van. Csak mert nem szeretném, ha a télen inkább elfogyjon a káposzta, mint hogy megvigyék. Inkább vegyék meg aztán. Jó kis vecsési káposztát. Na, építs már meg. What the fuck? Mit? Egy fa. Vigyetek már négy fát, többé valahonnan. Na, azért. Mondom, itt ez az erdész azért az dolgok. Mi 200, 600-as korlátnál álljál le. Tűzifa. Mondom, tűzifa van 700, itt van jó. Élelmiszer meg csappant. Nincs halam. Igaz, mire innen odahordják, az azért az idő. Közben én meg ezt innen így leabriktolom, mert nem kell. Dolgozzatok, a srácok. Srácarcok. Van bent ember, jó. Nem, nem csinálom munkanélkülit. Megszületett John. Én nem tudok más ültetni. Jó, következő, kérem szépen, azt mondom, szerszámok. Szerszám, igen, nem lesz szerszámom, úgyhogy kül. Kellene egy kovácsot építsek. Rö, így. Vagy. Így. Így lesz. Így lesz a kovács. Nem lehet egy fából, kőből, nem, fából, vasból csinál. Sima vas eszközt. Ha rakom szént, akkor meg acélot. Acél eszközöket fog gyártani, amik elméletileg jobban bírják. Bőr, próbál, bőr, 24 bőröm van csak. Hilbertus megszületett. Adjak még egy vadászt. Szerintem az lesz, berakok még egy vadászt. Vagyunk elegen. Gyűjtögető nem, az nem lényeg. Csapjátok ki azt onnan? Úgy. De építek egy szatócsot is. Szatócs szabó. Nem muszáj annak működni, de legyen ott. Ha csak ott is van, de akkor is tudok legalább majd abriktolni belőle dolgokat. Ugye ez kőkészleteink megcsappantak, viszont... Tudom, vaskészleteink is megcsappantak. Viszont alagútot kéne építjek, alagútot. Nem, jó. Akkor nem. Ez mi ez? Bánya, amit például bele tudok rakni.
Oda, na. Oda. Ványa is épüljön meg. Ez micsoda is? Kovács. Csináljál csak 50-szer számít. És hangulatos zenéje van, nem, gyerekek? Hőfejtő, azt betyárja, mekkora nagy kodály lesz ebből. Jó. Nem kell építész, először csak hordják telibe. Utca. Van 7 gyerekem. Ami elméletileg nem sokkal felnő, egy. Autosaving, jó, van, ez egy fölvétellel kicsit gonyi. Na, csak káposztám van. Csak nem értem a fát, innen miért hordja el oda, és utána hordja majd vissza, mikor miért nem jó ott. Ott van, aztán jó van. Sok fám van, 2 fa, az már 8 fa, jó. Tűzifa, az gyűlik, az van szarásig. Felnőtt és munkába állt, na, ez az, munkás. Faintos, dolgozzon csak, dolgozzon. Na, de szépek ezek a kis fecsési káposztáim. Maximum 10 építészem lehet. Fakészlet. Nem. Nem érdekel, nem küldök oda még egyet. Kell kő. Nem sok követ találnak is rá, csak te kiszedik. Én kiszedetem a fát is. A 4 munkás, ez elég gyetrán fog dolgozni. Kora ősz, de ha minden igaz, ha jól emlékszem, te is menjél már ne dolgozzál normálisan. És ha jól sejtem, ezt learatják, és télen nem csinálnak semmit, nem fog lézengeni, hanem elmegy, mint munkás, bármi munkás. Altabos fenye elvész eszét is. Az mi is volt? Ez mi ez? Szerszám. Egy szerszámom van már csak. Még jó, hogy nincs fa. És nincs vas. Ajaj. Akkor ezt innen így. Szeretek, ezt innen úgy. Szerszám készleteim megcsappantak. Még addig kéne vasat szedni, ameddig tudok. Azt mondja, hogy felnőtt és munkába állt. Nagyon jó. Ez így. Jajjaj, megszületett. Pamalint. Eszköz nélkül maradt a töki. Hozzatok be vasat. Azaz, vas. Prioritást kéne növelnem, mondjuk. Hol is van a prioritás növelős? Itt. Növeljünk prioritás, a vasat elméletileg oda fogja hordani. Már kettőnek nincs szerszáma. Na. Jó. Tűzifa. Van vas. Ha plusz vas. Na, ott van. Megszületett még egy emberke. Megcsappant. Kőkészletén megcsappantak. Az nem érdekel engem a kőkészlet. Szerszám legyen.
Tisztán tartsuk az udvart. Tartjuk tisztán az udvartot. Mi van? Késő tél van már, úgyhogy... Menjetek, csak dolgozzatok! Hogy állunk így fával? Hát... Ebbe behordanák a cuccokat. Autosaving. Jó, elég volt. Csak vas. Onnan csak vas. Innen csak vas. Hozzatok vasat, hát nincs ez szerszámom. Ez a bánya? Lehet, hogy bányának adok egy prioritást. Akkor lesz-e nem, és a szénből lesz, kérem aláson. Hogy hívják azt? Acél. És akkor nem vas szerszám, hanem acél szerszámot fogok csinálni, ami viszont sokkal, de sokkal jobb, mint a sima szerszám. Káposzta, gomba, zavarasús, hal. Viszont hal nem igazán akar gyűlni. Kora nyár van és nincs beültetve. Jó. Hát nem biztos, hogy be fog érni. Megszületett még egy kölök. Fa, kő. Ja igen, nincs köve. Kéne kület is. Ó, itt van bőven kő, gyerekek, vigyétek! Remélhetek most már a fát innen kapom. Úgy, ahogy kapogatom. Innen bogyókat. Nem, ez az erdészház. Mondom, innen bogyókat, innen meg husikát. Három vadásszal egész jó hús mennyiségét kell, hogy kapjak. Ő kicsoda, ő a szavó. Nem, nekem ezt kéne felépüljön. Fogjunk követ visz. Falat. Jó, akkor adjunk egy építést, valamit úgy is építeni fog. A másnak a kőfejtőmet már meg lehetne építeni. És hogy nyár van. What? Na. Azért. Moria megszületett. Van még hely, azért építünk szerintem még házat majd. Étel készletei megcsappantak. Csak kajával van tele izé. Bőrkabátot, kraftoljál egy keveset. Szerszám van 37, úgyhogy te is állsz. Ide még mindig nem hordtak követ. Nem megy az idő, így már látni is fogom.
Na! Akkor... legyen kettő mintás, aki bányászni fog, vagy követ fog fejteni. Kővel most már nem lesz gondom, ezért ezt. Ó, mi történt? Hát dűn az anyag. Tűzifával szarásig állok. Agyik van pakolva szerintem a raktáron tűzifával. Élelmiszer készleteink megcsappantak. Na gyere, bogyó! Kapsz egy bogyót, te is! Úgyni, kapsz egy bogyózóst. Bánya. Fú, hogy állunk szerszámmal? Még van, jó, 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 még van. Így a káposzta, hogy eltűnt. Bőrkabát. Jó van, te is álljál meg. De basszuk el a rengeteg bőrt. Tudok mást ültetni? Nem tudok mást ültetni. John felnőtt, hoppá, és munkába állt. Átlag 3-4 év kell akkor egy munkáshoz, hogy fölnőjön, akkor kap még egyet ő. Legyen kövünk és legyen 300-a. Eleanor most munkába állt, mint munkás. Nyilberus. Tűzifa nem kell most, az még van. Majdnem 1000. De akkor nem is legyen, csak 8, legyen 800 a tűzifa. Hal, az nem akar gyűlni. Mindjárt lerakok egy kereskedőt is. De ez a fránya akármi épülne már mög, hogy nincs kövem. Kő van benne, és 68 kéne. Vigyetek már bele még kettőt. 66, jól van, na. Két építész gyorsan húzza föl a bányámat. Hogy is van? Nem, vas, vas, vas. Itt nem tudom korlátozni a vasát így, na mindegy. Ez micsoda szén? Szén mennyisége, aha. Tiri, 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 tiri. Szerintem... egy 15-ször... 15-öst... 1... sem kér majd innen most kezdve enni. Viszont lesz cucc. Hogy áll a bánya. Szént bányászok. Szenet. Ennek kiadom ezt. Így. Van benne paraszt. Nincs benne paraszt. Huszonöt-harmincan vagyunk, abból 5 gyerkőc van.
Na, gyerkőcök, hát ez lett egy 45 perces videó, ezt szerintem itt abban is hagyom, és majd a holnapi nap, vagy nem tudom, következő részben folytatjuk innen, ha nem felejtem el, úgyhogy nyomjuk itt egy szévet, gyerekek, és folyt következő részben. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, és ne felejtsétek el szólni a barátaitoknak. Sziasztok!